Jó, szeretettel köszöntök mindenkit, a Sági Péter szobrász vagyok, a szobrász tanszék nevében én fogok prezentálni. Arra való tekintettel, hogy hát nem idén, de tavaly ünnepelte a 150. évfordulját, ezért néhány olyan képet beraknék, beraktam a prezentációval, ami az elmúlt időszakban készült, de néhány lesz olyan, ami viszont jó régen készült, érzékeltetve ezzel a epreskerti hangulatot. Ugye az az a kert, az egyetemnek az a területe, ahol a szobrász tanszék műtermei foglalnak helyet néhány egyéb tanszéknek a műtermein kívül. Ezek a képek archívumban található fotóknak a reprodukciói, és hogyan is néztek ki annak idején a műtermek, illetve az epreskert. Lényegében nem sokat változott a maga a környezet, vagy az atmoszféra, természetesen a modern idők elvárásai módosítanak ezen. Nagyon fontosnak tartjuk a tanszéken a hagyományok megőrzését, emellett természetesen a kortárs tendenciák, a kortárs képzőművészet által támasztott követelménynek is megpróbálunk maximálisan megfelelni. Maga a képzés, amiről már volt szó, a mi tanszékünkön is osztatlan képzés, tehát 5 éves intervallum, van egy egységben jelenik meg az oktatás, tehát nincs szeparálva, mint a bolonyai rendszerben mester alap és mesterképzésre. Lényegében annyi eltérés van esetleg a többi szakhoz képest, hogy hát már jó 20 éve működik egy olyan rendszer, amely pontosan a felvételi során keletkezett visszajelzések és tapasztalatokból, tapasztalatokra építve létrehozott egy összevont elsős évfolyamot, aminek az egyik nagyon fontos célkitűzése és feladata, hogy a különböző képességekkel felkészülési szinttel érkező hallgatók nagyjából az első év végére egy nagyon feszes, megalapozott metodika mentén, különböző feladatokra épülő feladatsor elvégzése után nagyjából kiegyenlítődjenek a felvételi követelményekként megfogalmazott szintnek. Hát a rajzi, mintázásbeli, mondjuk így felkészültséget, manuális készséget értendő ez alatt, illetve az egyéb kreatív feladatokra való reagálást és a konceptuális gondolkodásnak a szempontrendszerei mind megjelennek a feladatsorban. És nagyon jó tapasztalatokkal rendelkezünk, nagyon jó eredményei vannak ennek az első évfolyamnak. Jelenleg Polgár Botond és Gáhidi Péter kollégánk vezeti az osztályt. Majd ki fogok térni pontosan a feladatokra, ha olyan képekhez érkezünk, amiken ezeknek a feladatoknak az eredményei, munkái látszanak. Végére is érünk a régi időket idéző képekre. Tehát amiről beszéltem eddig, 3 fő területe van ezeknek a feladatoknak. Az első ugye az a látvány utáni leképezés, tehát egy mimetikus hozzáállásnak a feladatai. Ugye 2 fél évre vannak hozzá a feladatok. Az első fél évben ezt a portré mintázást, a második fél évben a felesméretű aktanulmánynak a elkészítése jelenti a látványutáni munkát. A másik fő területe a szobrászatnak, ami nagy egységet képez, az az úgynevezett konceptuális gondolkodás, mondom, koncept, illetve harmadikként említeni, ez én is a másodikként mondom, tehát ami a konceptuális szemléletet jelenti, ennek is 2 feladata van. Egyrészt a rész egész című feladat,
a második fél évben pedig egy egyensúly című feladat. Ezeknek az a lényege, hogy egy fogalom mentén gyakorlatilag nem a körülöttünk lévő világnak a leképezésével kell foglalkozni, hanem egy gondolati alapról indítva kell eljutni a feladat megoldásig. Illetve a második terület az absztrakció, ez két feladat fedi le, a figura székkel című feladat, aminek eredményeképpen bronz kispasszika született, illetve az absztrakt tájdombol mű feladat. Itt van még egy olyan feladat, amit nem soroltam eddig be, az a reflex egy portás műres alkotóra, ez is szerves részét képezi. Néhány éve került be az Egyensúly című feladat, ami nagyjából hasonlóképpen működik. Néhány képet láthatunk az elsős évfolyamnak az évvégi kiállítására. Ugye ez nagyon fontos fóruma az eredmények bemutatására. Minden tanszéken évvégén egy nagy kiállításban prezentálja tulajdonképpen az itt folyó munkák eredményeit a különböző tanszékek és a különböző osztályok. El kell mondanom itt az elsős összevont évfolyammal kapcsolatban, hogy a mi tanszékünkön nem a felvételi során rögtön nem a mesterek választanak tanítványokat, hallgatókat az osztályukba, hanem az elsős feladatok lezárásaképpen a hallgatók választják meg azt a mestert, azt az osztályt, mesterosztályt, ahova a második évtől szeretne járni. Ezt elősegítendő, fontos és szerves része az első évnek, hogy minden egyes feladatnak a végén van egy úgynevezett közös bejárás, ahol a tanszéken tanító mesterek megnézik az elsősöknek a feladatmegoldásait, és egy ilyen kvázi kritikai szemléletű hozzáállás, egy konzultáció, egy párbeszéd indul el, és ez egy jó alkalmat teremt arra, hogy a hallgatók megismerhessék a különböző osztályokat vezető mestereknek a szemléletet, vagy a hozzáállását, és kialakulhasson egy olyan kapcsolat, ami segít annak az eldöntésében, hogy hol szeretné folytatni a tanulmányait. Nagyon sokrétű a képzés, itt a fotókon is látható munkák prezentálják ezt, vagy reprezentálják ezt, tehát az abszolút ábrázoló, hagyományosnak tekinthető anyagok, technikák és szemléletmódok mellett megjelennek a kortárs szemléletmódok. Itt most néhány olyan fotót látunk, ami a részegész munkával kapcsolatos, vagy feladattal kapcsolatos. Rendkívül széles anyaghasználat jellemző a tanszékünkre. Nagyon fontos kiemelnem itt, hogy négy műhely segíti a tanszéken folyó munkát. Az elsős feladat során már a bronzonti műhellyel fölveszik a kapcsolatot, hiszen a figura székkel feladatot úgy kell befejezni, hogy egy bronzöntéssel gyakorlatilag egy kis pasztika születik. Tehát az egyik a bronz műhelyünk, a másik a gipszöntő és kerámia műhely. Ennek Lukács István szobrászművész a vezetője, az előbb említett bronzöntő műhelynek jelenleg Ecsedi Zsolt szobrászművész a vezetője. Ez is nagyon fontos, hogy a műhelyünkben szobrászművészek vannak, tehát nem az éppen adott szakmának az egyéb területről érkező gyakorló szakértője vezető műhelyt, hanem itt végzett szobrászművészek óriási tapasztalattal folytatják azt a munkát, és adják vissza azt a tudást, amit itt szerettek. A harmadik műhely a kő és fafaragó műhely, ez Pank Antal szobrászművész vezeti, illetve a fém műhely, hát pedig Dravik István szobrászművész irányítja. Tehát ez a négy műhely szolgálja ki azt a hátteret, és segíti a műterembe folyó munkákat közösen szerves részeként és együttműködése, amelyek segítenek a technikai anyagismereti tudás elsajátításában. Tehát ezekre épül az a képzés, ami a lehető legszélesebb körben bevezetni a hallgatókat, a különböző anyagok és technikáknak az elsajátítása van. Nyilván ez a négy műhelye a hagyományosabb, tradicionálisabb anyaghasználatot és technikai használatot szolgálják ki. De emellett természetesen más lehetőségek is vannak, nyitott szemlélettel áll hozzá a tanszék
tanári gárdája, és próbálunk lehetőséget teremteni egyéb anyag és technikai feltételek megteremtésével. Számos olyan együttműködésünk van nagy cégekkel, például lézervágó cégekkel, vagy 3D nyomtatásról van szó, amik az egyetemen belül is megoldható, vagy robotkaros, kőfaragás, tehát nagyon sok olyan kortárs, korszerű technológiai, innovatív felhasználási területe is van, vagy alkalmazási területe a szobrászatban, aminek külső cégekkel megpróbáljuk pótolni azt a nyilván itt nem megteremthető feltételeket. Tehát ez az egyik alapvető célunk, hogy a lehető legszélesebb spektrumban tudjunk lehetőséget kínálni a szobrász hallgatóknak, hogy eljutva az 5. év végére a lehető legtöbb anyag és technikai eljárásokban és anyaghasználatban valamilyen szintű betekintést nyerjenek. Ezeknek mondjuk így specializációknak még van egy fontos kiegészítő terepe vagy lehetőség, ezek a művészterepek, majd ha odaérünk a képanyaghoz, akkor erről is fogok néhány szót mondani. Még mindig az első feladat megoldásokat látjuk. Ahogy említettem, mesterosztályok vannak, tehát a hallgatók első év végén osztályt választanak. 4 osztály van jelenleg. Karmó Zoltán szobrászművész vezeti az egyik osztályt, Sallai Géza tanszékvezető úr a másik osztályt, a harmadik osztályt Szabó Ádám munkácsidő a szobrászművész, a negyedik osztályt jó magam vezetem. Itt most vegyesen látunk az évvégi kiállítások a különböző mesterosztályokon kiállított munkák. Ízelítőt. Nagyon széles a paletta, természetesen van karaktere a különböző osztályoknak, vannak eltérések. Amit úgy általánosan elmondhatnék, ami közös, második évfolyamban mindegyik osztályon van egy kötelező feladat, az életnagyságú kontraposzt álló akt mintázása egy az egyes léptékben. Úgy gondoljuk, hogy a szobrász diplomának egyik alappillére az, hogy ez a klasszikus, nagyon-nagyon sok szobrászati problémafelvetést magas szinten megoldani igénylő és kívánó feladat. Egyszerűen elkerülhetetlen, hogy valaki szobrászművészé válasson. Nem feltétele természetesen annak, hogy később az autonóm munkáiban ez be kell építeni, hogy beépítse, de fontosnak tartjuk, hogy ez a tradicionális forma alakítás és forma képzés a látott világnak a leképezése ebben az egy nagyon markáns és nagyon sok területet lefedő feladatában ez mindenki számára kötelező, ilyen teljesítendő feladatként megjelenjen. Emellett megjelent egy olyan igény, hogy kovácsolással is szeretnek foglalkozni a hallgatók. Van egy olyan kis műhelyi részünk, ahol erre is van lehetőség. Egyébként a művésztelepeken különböző nyári workshopok vagy kurzusokban ilyen sajátos egyedi technikáknak a megismerésre is van lehetőség. Néhány éve volt egy nagyon sikeres művésztelepi workshopunk, Tihanyban 4 kovács mestert hívtunk el, és ők 2 héten keresztül mutatták be ennek a sajátos technikának, anyagmegmunkálási technikának a sajátosságait, mindenki kipróbálhatta és megismerkedhetett vele. Ennek hozadéka volt az, hogy ez az igény felerősödött, és létrejött egy lehetőség az Epreskertben is, tehát már, ha nem is nagyon profi, professzionális körülmények között, de már ez a technika is elérhető. Pörgetem a képeket, elég sok képet raktam be annak érdekében, hogy erről a színes, sokféle trendet, sokféle stílust és anyaghasználatot, technikát felülelő szobrászati képzésnek
ből ízelítőt kaphassanak. Tehát egyszerre van jelen a hagyományos és a kortárs szemléletmód az oktatás során. Minden osztályon, azt gondolom, minden osztályon a mesterek arra törekszenek, hogy az a fajta, a maga metodikának, az oktatás metodikának a része, az a fajta szemlélet érvényesüljön, hogy ahogy halad előre a hallgató diploma felé, egyre önállóban, egyre kevesebb segítséggel tudjon létrehozni munkákat, tehát gyakorlatilag a 5. évre a diplomára egyrészt megtaláljon egy autonóm szobrászati nyelvezetet, rátaláljon, ebben segítenek a tanárok a konzultációk során, és eljusson egy olyan szintre, hogy önállóan tudjon tervezni, önállóan tudjon felkészülni, akár egy nagyobb lélegzetű munka kivitelezésére, hogy gyakorlatilag már a tanári segítség nélkül esetleges konzultációkat természetesen igénybe véve maga tudja elkészíteni a diplomamunkát. És te is értünk a diplomamunkákat bemutató képanyaghoz. Tehát alapvető célja az, hogy 5. évre a diplomamunkában megfogalmazva már számot tudjon adni arról az ismeret, nagyon széles ismeretanyagról, amit az 5 év alatt szerzett, különböző technikáknak az elsajátításáról, és kialakulni olyan szemléletmód, ahogy ő nagyon sajátosan tud kommunikálni a szobrászat, tágabb értelemben a plasztika vagy installatív szobrászati eszközök segítségével, létre tudjon hozni, kiállítási helyzetbe tudja hozni a munkákat, megfelelőképpen tudja prezentálni, tehát dokumentálni a munkásságát és a munkáit. Különböző pályázatok segítik ennek az összetett folyamatnak a felkészülésére a hallgatót. Rengeteg olyan külsős megkeresés is van, amely során a hallgatók gyakorlatra tudnak szertenni, akár egy köztéri fali domborműnek az elkészítésében, vagy autonóm, akár nagyobb méretű pasztikáknak a kivitelezését is meg tudják oldani. Itt meg továbbra is diplomunkákat látunk. Nagyon fontos eseménye gyakorlatilag a diplomavédés az 5 éves tanulmánynak. Sajnos módon a COVID vírus okozta a helyzet az elmúlt 2 évben online formában kényszerítette megvalósítani a diplomázását. Reméljük, hogy a jövőben ez már nem így lesz, és visszatérhetünk a normális kerékvágásba, és a diplomázás, mint egy fontos lezáró eseménye az 5 évnek, az egy maradandó élményként marad meg a hallgatókban. Ugyanakkor a képzés során folyamatosan az a párbeszéden alapuló nem ex katedra oktatás zajlik, hogy kis létszámú csoportokban, személyes konzultációban, személyre szabott program mentén zajlik az oktatás, tehát nem egy feladat sorra, hogy az elsős évfolyamban van, hanem mindenkinek a saját tempójában, a saját útjának, a saját elképzelésének, a saját szemléletének a kibontakoztatásában próbál segíteni a kommunikáció során, a konzultációk során a mester, tehát nincsen egy ilyen előre bevett formula, amely mentén haladunk. Természetesen rendkívül szubjektív, ugye ez a területe az életnek a képzőművészet, úgyhogy ez az oktatásban is nagyon markánsan érvényesül. Nincsen két egyforma hallgató és két egyforma konzultáció. Természetesen vannak olyan általános ismeretanyagok, amely akár előadás formájában, vagy kisebb kötetlen előadás formában elő tudunk adni a hallgatóknak, de nem ez az elsődleges célja ennek a metodikának. Néhány képet látunk diplomavédésről, ahol az összes mester jelen van, és a hallgatónak kvázi meg kell védenie a diplomunkát, tehát el kell
mondania, hogy hogyan jöttek létre a munkák, és emellett a diploma munkatárgyi megjelenése mellett egy szakdolgozatot is kell írni, ami szorosan összefügg akár a diplomamunkával, de mindenképpen a töltött éves tevékenységével. Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen a szobrász tanszéknek több kiállítási helyszíne van, amiket itt most látunk, ezek külső helyszíneken történnek, a Szabó Ádám osztályon minden évben egy olyan feladat van, aminek a valamilyen fogalom vagy cím mentén megoldandó feladatként ki van adva, és a elkészült munkákat egy külső helyszíni kiállítás keretében megmutatják. Ezekből látunk néhány fotót. Ez például egy szolnoki kiállítása a tanszéknek. Hát igyekszünk számos helyre eljutni. És az egyetemen, az Epreskerten belül két kiállítóhelye van, ahogy említettem, a tanszéknek. Az egyik a Kálvári, ahol kéthetes turnusokban a hallgatói bemutatkozások zajlanak. Lehetőség van megmutatni egy-egy, akár még nem elkészült munkát is, és párbeszédet indítani a többi mesterrel, vagy a többi osztály hallgatóival is akár. Számosan kurzus segíti még a műhely munkákat, a műtermi munkákat, hiszen alapvetően erre épül az oktatásunk, amely nagyon szorosan összefügg különböző területekkel, így a szobrászat épített térben Farkas Ádám szobrászművész vezetésével élő szituációkba kell elhelyezni különböző maketteket, vagy szoborterveket. Tehát ez is egyfajta felkészülés, akár köztéri szobrászati pályázatokra, tehát hogy valamilyen formában olyan gyakorlatra tegyenek szert a hallgatók, amik mondjuk az egyetemi körülmények között, vagy műtemi körülmények között létrejövő kisebb munkákon túl már egy nagyobb léptékű, nagyobb volumenű munkák kihívásaira adott válaszokra segítenek felkészülni. Az érem kurzusunk Szabó tanár úrral Szegedről egy olyan speciális területe, ugye a szobrász művészetnek, ami a kisméretű, kvázi domborműnek, reliefnek a területe. Nagyon jól működik ez a kurzus, eredményeképpen a Szegeden, Pénzverdében ezüst, akár ezüstből, bronzból és más anyagból is a hallgatóknak kiválasztott legjobb munkái, egy-egy munkáját a Pénzverdében kis érem formájában elkészítik. A 3D kurzus hallgatóinknak ugye segít a mai kortárs vizuális nyelvezet, illetve a virtuális térben zajló munkához, a szoftverek megismerésére. Az említett műhelyeket bemutató néhány fotót is beraktam. Nagyon látványosak ugye itt a bronzöntésnek a egy-egy mozzanatát bemutató fotók. Gyakorlatilag az elejétől a végéig minden fázisába betekintésének hallgatók, tehát a saját maguk készítik. Itt Lukács Istvánt látjuk a bronzmű, illetve a kerámia műhelyben, illetve éppen egy diplomunka készül a kőfaragóban. Ez pedig a fémműhelyben, ahol ugye hegeszteni lehet, illetve minden fém megmunkáló eszközzel meg lehet ismerkedni, és ki lehet próbálni. Említettem, hogy rengeteg hallgatói pályázat van, itt hármat emelnék ki, az elmúlt időszakban jelentős. Az orvos dombörmű pályázatunk minden évben megjelenik, ez is köztére kerülő munka. Nagyon nagy tapasztalatokat szereztek a hallgatók. Ez egy Dremel pályázati anyag, ami egy kiállításban prezentáltunk. Ez is példa a különböző cégek innovatív lehetőségeinek adaptálására a képzésünkbe. Ez egy nagyon nagy méretű munka, miért is készül, sajnos arról nem tudtam most képet berakni, ez csak a makett van behelyezve. Egy kémiai is művészet című pályázatnak az eredménye. Említettem a két kiállítóját, az egyik a Parthenon friszterem,
Itt igyekszünk olyan szobrászokat, akár fiatalok, akár idősebb, nagyobb övvel rendelkező szobrászoknak a munkásságát bemutatni, hogy az oktatásnak a része legyen, ne kelljen különböző helyekre, terület, országba, különböző városokba, gyűjteményekbe járkálni, és sokat utazva találkozni egy-egy fontos, éppen aktuálisan a hallgatót érdeklő munkával, hanem behozzuk konkrétan az Epreskertbe, és olyan színvonalas kiállítás keretében gyakorlatilag tapinthatóvá válnak a munkák. Ahogy említettem, fiatal, akár frissen végzettek, vagy néhány éve végzett szobrászhallgatók is kiállítanak. Nagyon fontos ez a kiállítóhely. Egyrészt tapasztalat egy önálló tárlatnak a megrendezésére. Másrészt gyakorlatilag bekerült a budapesti galéria szénájába, a galéria világ szénájába, úgyhogy igen sokan érkeznek kintről, tehát ez nagyon jó lehetőség arra, hogy egy kicsit ismertebbé váljon egy fiatal művész. Még jó néhány képet beraktam az itt készült munkákról. Tehát ez is egy nagyon-nagyon, igyekszünk egy nagyon széles keresztmetszetet tudjunk megmutatni. Nagyon különböző munkák kerülnek két hetente kiállításra a galériába. A Kálváriáról már említettem, itt hallgatói kiállítások van. Épp ma volt délben egy hallgatónak bemutatója. Ez is egy nagyon fontos, friss szemléleti, aktív tevékenysége a tanszéknek, tehát két hetente van erre lehetőség. És hát ez is ugyanazt a cél szolgálja, hogy ez a fajta nagyon személyes, sajátos konzultációt kicsit kibővítve a többi mester és hallgatóra élővé tegye az oktatást. Ahogy említettem, több művésztelepünk is van, a Tihanyit már említettem, ez egy fantasztikus környezetben van, található a belső tónál. Kéthetes turnusokban tudnak a tanszékek, az osztályok lemenni. Különböző workshopokat, különböző kurzusokat szoktunk tematikákban, vagy egy technika köré építve természetművészeti kurzusnak a néhány munkáját láthatjuk. Tehát ez az állandó művésztelepünk. Az elsős osztálynak van egy úgynevezett kőfaragási gyakorlat kurzusa, aminek egy önkormányzati együttműködéssel az Alaszentgrót közelében, Cáfordon, a Alsóhegyen van egy művésztelepünk, egy szimpóziumnak, a Villanegra szimpóziumnak a közreműködésével, amit használhatunk minden nyáron. Két hétre le tudnak menni a hallgatóink. Itt az említett Kovács kurzusnak néhány fotóját látjuk. Tehát az alaszentgróti művészterepen a kőanyag és a kőmegmunkálás technikájával ismerkedhetnek meg a hallgatók. Nagyon jól felszerelt szerszámparka áll rendelkezésünkre. Általában egy 10 hallgató kerül be szobrász tanszékre évente, minek 10 hallgató mindenféle infrastruktúra és háttértámogatást megkap arra, hogy intenzíven tudja működni. Ez is egy nagyon érdekes, nagyon sajátos formája az oktatásnak, hiszen a szemeszterek ideje alatt nyilván az elméleti kurzusok, délutáni kurzusok felszabdalják tulajdonképpen azt az időt, amit a szobrászat mondjuk így manuális tevékenységével folytatnak. Ott a művésztelepen gyakorlatilag két hétig összezárva, reggeltől estig egy nagyon sajátos, szűk területre lehet koncentrálni. És egyébként egy nagyon frappáns lehetőség van itt a hallgatók részére, ez a néhány kép, amit tudtam itt a végén. Ezek ott készült munkák, hallgatói munkák, ami Zalaszentgrót városának közterületeire kerülnek, tehát köztéri szobrok születnek a hallgatóknak. Ez nagyon nagy előnyt jelent, hiszen már egyetem évei alatt a portfólióba bekerül egy köztéri munka is.
A harmadik művészterep, a nagyotádi művészterep, ez elsősorban a fa anyagra koncentrálódik, fa megmunkálás, fa, mint szobrászat alapanyagnak a centruma. Gájdi Péter kollégám vezeti általában a nyári művészterepeket. És természetesen a nyári tapasztalatokból és élményekből, megtudva, hogy egy-egy anyag vagy egy-egy technika közel áll a hallgatóhoz, vagy nem, évközben az itteni műhelyeinkben és az Eperskertben folytathatják azt a nyári intenzív munkát, amelyet megkezdtek, és tulajdonképpen segít abban, hogy egyfajta nyelv, egyfajta profil kialakulhasson már a képzés mondjuk inkább közepe felé. Meghatározó tapasztalatok és élmények, ezek úgy gondoljuk, hogy ez nagyon-nagyon jól segíti azt a fejlődést és azt a munkát, amit a műtermi konzultációk kapcsán és műtermi munka során kialakul egy-egy hallgatónál. Számosan terület van még, amivel a tanszék foglalkozik, itt néhányat lehet látni. Ugye a Hellowood most a Covid időszak alatt elmaradt, aminek néhány termését láthatjuk. Néhány napos workshop, ahol különböző intézményekből érkező hallgatók a kiválasztott helyszínekre nagyobb lélegzetű munkákat készítenek. Itt néhány ilyen munkát látunk, amit a szobrász tanszék hallgatói által tervezett és kivitelezett megvalósult munkákból válogattam. Adott helyszínek vannak, esetleg tematika is meg van határozva, itt konkrétan egy vasútállomásnak a mellékhelyiségét kellett valahogy helyzetbe hozni, illetve social art területen is Sallai Géza mester közreműködése a Vakok Intézetében van egy nagyon sajátos együttműködés, sérült, de érzékeny, művészetre érzékeny fiatalokkal, ugyanez az autista alapítvánnyal is egy együttműködés, tehát a szobrász tanszék hallgatói és a különböző intézményeknek a mondjuk így lakói, sérült lakói együtt művelnek. Ez a Kobernik Poetry Path Skóciában szintén Sallai Géza vezetésével egy hasonló történet, csak egy távoli országban. Itt néhány elkészült, ottani elkészült munkáról láthatunk képeket. Úgy gondolom, hogy elég széles az a paletta, és elég nagy területet lefedni az itteni képzés. A felvételén tulajdonképpen hát ezekhez hasonló, vagy az elmondatokhoz hasonló elvárásoknak kell megfelelni, tehát nagyon fontosnak tartjuk a klasszikus megközelítését a szobrászatnak, tehát a természet utáni rajz és mintázás, modell utáni mintázás az alap. Van néhány olyan kreatív feladat, ami az elsős, mondjuk fogalom köré csoportosuló konceptuális megközelítést igényel, tehát egy meghatározott anyagban esetleg, vagy léptékben, vagy technikában kell gondolkodni, és arra kell reflektálni. Tehát ezt várjuk a felvételén. Nagyjából ez a két alapvető terület, amiből mi már látjuk, hogy milyen felkészültséggel érkeznek a hallgatók, illetve fontosnak tartjuk, hogy az elméleti felkészültségben is legyen valami alapvető elvárás, ezért a művészettörténeti alapismeretek és vagy egy rövid teszt során, vagy pedig a felvételi beszélgetés alkalmában kérdéseket teszünk föl. Maga a felvételi, ugye ezekből a feladatokból, amiket említettem, illetve a beszélgetésből, ahol a behozott munkákat, portfóliót és egyéb éppen aktuális munkát is meg lehet mutatni, és nagyon igyekszünk a jelentkező hallgatónak a nem csak a felkészültségét, hanem a motivációit, a hozzáállását és a szemléletmódját is megismerni. Még néhány olyan hozzáadott értéket képviselő aspektusát is megmutatnám a
szobrász tanszéknek, ami óriási volumenű beruházásoknak a részeiként, itt például a Műszaki Egyetem, Budapesti Műszaki Egyetemnek egy szobor rekonstrukcióként, egy nagyon sajátos, elképesztő tapasztalatszerzésre ad alkalmat. Polgár Botondot látjuk, akkori hallgató, végzett hallgatóként vette be részt, így már nálunk tanít. Ezek nyilván akkora volumenű, nagy léptékű munkák, amik az 5 éves képzés alatt természetesen nem lehet részt venni, vagy nem lehet megismerkedni ilyenek, viszont ezek kapcsán azért meg lehet tapasztalni, hogy mekkora kihívás egy-egy ilyen köztéri szobrászati feladat is, mikre kell felkészülni, mikre kell gondolni, akár már egy pályázatnak a tervezése során. Vagy említhetném például a Szent György szobornak a kópia készítését, ami Sepsi Szent Györgyre került, tehát ilyen megbízások is segítik azt, hogy a hallgatóink más tapasztalatokat is szerezzenek, amelyek már tulajdonképpen fölülmúlják a szobrásztanszéknek a kereteit és lehetőségét. De itt készülnek, tehát a műhelyénkben készülnek ezek, illetve a Sziszi szobor másolatait, gumiformázást látunk a kerámia gipszöntő műhelybe, és annak a kőbefaragását. Ezek nagyszerű lehetőségek, és még egy ilyen munka Nagyatádi művészterepen egy szobor restaurálás, vagy újralegyártás, és elvállalt Gályi Péter vezetésével egy kis csapat, és felállították. És ebben egy kicsit meg is fogalmazódik ez az időtállóság, a tartóság, a hagyományoknak a tiszteletét, a jövőre mutatása, úgyhogy én ezzel zárnám a prezentációmat. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.